Sziasztok, és üdv újra a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy óriási méretű giga mega csalódtam videó, hiszen rengeteg sok termék gyűjt össze az utóbbi időben, sajnos, ami szeretnék nektek bemutatni, amelyekben valami miatt csalódtam, és nem szeretném őket tovább használni, vagy nem szeretném nektek ajánlani megvételre, mert valami miatt nekem nem jöttek be. Viszont előjáróban elmondom, hogy attól függetlenül, hogy nekem nem jön be valami, lehet, hogy neked az pont tetszik, és te használod és szereted, úgyhogy örülök neki, mert legalább neked ez nem volt kidobott pénz, de sajnos nem mindenki ízlése, elvárása lesz azonos, ugyanúgy, ahogy változik ez a bőrtípussal kapcsolatban, stb. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, nézzük, mik azok a termékek, amelyekben valami miatt csalódnom kellett. Még mielőtt megmutogatnám, hogy mik ezek a termékek, az, amit ma rajtam láthattok, az nem más, mint egy első benyomásos smink videó, amit a Lovely Lila palettájával készítettem, amelyet már elvileg láthattok a csatornám... Itt. Valahol meg fog jelenni itt egy kis info, amire ha rákattintotok, akkor rögtön meg is tudjátok nézni ezt a videót. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mik a véleményeim a Glamour napokon szerzett termékek egy részéről, akkor mindenképpen nézzétek meg, az infoboxban beleírogattam, hogy pár óra után miket vettem észre. Viszont akkor kezdjünk is bele, ugyanúgy, ahogy az elfogytakos termékeket, a csalódott termékeket is egy ilyen kis külön, hát ilyen kis sminkes táskába gyűjtöm, de sajnos annyi gyűlt össze, hogy már kifolytam belőle. Szóval kezdeném egy kis arcápolással. Én nagyon szeretem az Avonnak a Planet Spa termékcsaládját. Rengeteg, hát gyakorlatilag az összes arcmaszkjuk megvan, amivel kijöttek az elmúlt időszakban. Szeretem ezeket kipróbálni. Kettő fajtájuk van, az egyik a lemosós, a másik pedig a lehúzós. És a lehúzóssal vannak nekem problémáim. Alapvetően rájöttem, hogy nem szeretem az ilyenfajta arcmaszkokat, nem jönnek be egyszerűen, és kettővel igazából csak ennyi a problémám. A lila színű a Radiant Gold arcmaszk, a fehér pedig az Oriental Radiance. Én nem érzem, hogy egy lehúzós arcmaszk bármit is csinálna a bőrömmel, felkenem, valahol megszárad, valahol ilyen kis mázgás marad, próbálom lehúzni, valahol lejön, valahol nem. Ha túl vékonyan kened, az a baj, ha túl vastagon kened, az a baj. Ahol nem jön le és ilyen kis mázgás marad, azt próbálod lemosni, de akkor csak így elkened, csak a baj van vele, nem nagyon szeretem. Ez igazából csak preferencia kérdése, viszont ez a kék színű, a Greek Seas, ez extra fájdalmakat okoz. Mivel ebben alga is van, amit hát most nem nagyon tudok nektek megmutatni, de az a lényeg, hogy ilyen kis alga darabok vannak egy ilyen átlátszó géles maszkban, és mikor nyomnád ki ezt az arcmaszkot, akkor ez az alga így beragad, és így nyomod, és nyomod, és nyomod, és nyomod, és nyomod, és egyszer csak pukkanni fog egy baromi nagyot, és kijön egy adag. És utána megint, ahogy az alga jön neki ezen a kis tubuson, ott megint elakad, és nyomod, és nyomod, és nyomod, és nyomod, és nyomod, és egyszer csak pukkan, és minden tiszta arcmaszk, úgyhogy én ezzel nem igazán szenvedtem tovább. Össze-vissza a ruhámra, a hajamba, mindenhol, úgy néztem ki, mint amit most így nem nagyon mondanék el, de tök jó az ötlet, csak pont az alga darabok miatt ilyen nyomós, és egyszer csak úgyhogy nem tetszenek. A többi fajta arcmaszk megvan, azokat szoktam használni, azokat nagyon kedvelem. Olyan bődületes nagy csodát egyik sem művelt az Avontól, de rosszat se tett, úgyhogy elhasználom, ami van, de ezekben inkább csalódtam. Viszont ezek után csak smink termékek lesznek, és ugyanúgy, mint az elfogytakos videóban, csak úgy random húzogatom ki őket, zsákfogmacska-szerűen. És az első pedig nem más, mint az Essence Glow to Go hát fixáló spray, igaz, hogy benne van a nevében, hogy Illuminating Setting Spray, viszont én arra gondoltam, hogy az egy ilyen szép, természetes, fényű hatást, de nem. Mert ha bár a szórófeje
tök szép, igaz, közel kell tartani az arcodhoz, de szép, iszonyat mód pinken fogsz csillogni. Tehát itt a kezemen is teljesen látszik, és ilyen, és nem úgy, hogy lesz egy ilyen pinkes fény így az arcodnak, mint hogyha valami illumináló púder csak így átvittél volna, és egy ilyen szép fényed lett volna, hanem ahogy a szórófénynek ezek a szórásai az arcodat érik, ilyen pöttyökben leszel rózsaszín. Sok pici apró pöttyökben leszel rózsaszín. És ilyen marha hülyén néz ki. És hogyha rögtön az első fújásnál már az arcodba tolod, akkor minden egyes első fújásnál van egy ilyen szintén, amitől lesz egy ilyen nagy rózsaszín folt az arcodon, meg egy csomó apró pici, és látszik. Tehát iszonyatosan látszik, hogy az arcodon van. És nagyon gyorsan megszárad, és nem lehet is szépen így beledolgozni a bőrödbe, mert ahogy a bőrödhöz ér, gyakorlatilag megszáradt, és pici apró rózsaszín pöttyös leszel a végig. És mondjuk, ha mondjuk valami fotózást akarsz csinálni, vagy csak így nyáron így a testedre akarsz fújni, és így gyorsan így eldörzsöd, akkor ez még úgy egész jól is tud mutatni, tehát azért vagy be. De az arcodon, mikor megcsinálsz egy teljes minket, és utána ezt rátolod, és az egész az mehet a kukába, hát arra én már sajnos azt mondom, hogy köszi, de nem. Úgyhogy sajnos ez nekem nem tetszik. Pedig szeretem az ilyen illumináló dolgokat, de konkrétan pici apró rózsaszín pöttyök. Tehát, hogy kamerán nem fog látszani, meg semmi, de élőben látszik, hogy ilyen kis pici kis apró rózsaszín pöttyök mindenhol a fejeden, és ez nem az, amire vágyom. Következő, ójjaj, igen. A 183 Days-nek egy Halloween-nek már nem kapható szemhéjtusa. Nagyon megtetszett maga az alapdizájn is, ilyen tök érdekes, futurisztikus, és egy aranyszínű, króm effektes. Aha. Na már most ez az egész termék, ezt közelebbről is megmutatom nektek. Ez halálosan undorító. Ez gusztustalanul néz ki, azért valljuk be. És sűrű, és mázgás, és az ecset nagyon pici, és nem csinál semmit, nem hogy króm effektje nincsen semmilyen, mert hogy felvisz egy csíkhoz, felvinnéd egy másik rétegben, az rácsíkoz az előző réteg, halálosan undorító ez az egész. Fú, és még visszatenni sem akarom, mert nagyon gusztustalan. És persze gondoltam, hogy nem lesz ilyen szín króm effektje, mint a csomagoláson, mert azért valljuk be, egyet nem nagyon fogunk látni, főleg úgy, hogy ez egy olcsó szemhétus. De ez halálosan gusztustalanul néz ki, és igen, lehet, hogy meg van már romolva, de elvileg a polcon nem lehet kint olyan termék teljes áron, ami már romlott és lejárt, úgyhogy ezt konkrétan kipróbálni se tudtam, viszont tök gyorsan megszáradt, tehát, hogy egy tök jó koncepció lett volna, de baromi undorító, úgyhogy ez így kuka úgy, hogy van. Ó, a következő a L'Oreal Micro Tattoo Brow Artist, ami szintén koncepciójában tök jó, ilyen kis, mint a kis villa, úgy néz ki a vége, és ilyen tök jó kis szálakat lehet rajzolni a szemöldöködre, és akkor ad egy ilyen természetes effektet, mint hogy tényleg szálakkal lenne kitöltve. Még a színe is tök jó, tetszik, használtam, nagyon bevált, viszont nagyon gyorsan elérek oda vele, gyakorlatilag olyan 2 hét használat után, hogy az egyik szemöldökömre még tök jó felviszony, és a másikon, mint hogy így kiszáradt, vagy elfogyott volna. És akkor megint visszarakom, várok, ütögetem, rázogatom, hát ha jó. És reggel, mikor készülődök, akkor abban az egy órában, ami a felkeléstől az indulásig eltelik, nekem nincsen arra időm, hogy ezt így várjam. Olyan, mint egy filctól, hogy még rajzolgatsz vele, tök jó, aztán egyszer csak elkezdik kiszáradni. És teljesen olyan. Most is, hogy itt rajzolgatok vele a kezemre, teljesen jó, tök oké, és utána egy hét után megint ki fog száradni. És utána várhatom, hogy a festék, ahol van benne, megint kicsit lejjebb folyik, és akkor majd jó lesz. De nekem erre nem nincsen időm, meg energiám, meg semmi, pedig egy tök jó koncepció lenne. De sajnos nem működik. Ó, szempillaspirál. Ándom,
ezt csinálom, és nem tudom miért, és nagyon idegesít, főleg mikor visznézem a videót vágáskor, úgyhogy próbálok leszokni róla. Szóval a következő egy szempilla spirál, a Lovely-tól, ez a False Lash szempilla spirál. Szőrös, nagyon pufi, ilyen keféje van, és az ég egyet a világon semmit nem csinál. Abszolút semmit, mint hogyha üresen csak ezt a kis kefét felvitted volna a szempilláidra. Olyan, se nem dúsít, se nem hosszabbít, se nem lesz túl fekete, se nem lesz semmi. Semmi. Tehát, mint hogyha egy üres semmit vinnék fel a szempilláimra, ami, valljuk be, nem szeretné ezt. Mindenki főleg úgy, hogy False Lashes néven fut, tehát, hogy valami dús, fekete, szép pilla önmagában is ízik. Abszolút semmi. És körülbelül használtam 2 hétig, full tele van, mert egyszerűen nem tudok olyan élethelyzetet, amikor egy atom semmi kell a szempilláimra. Néha, amikor csak, mit tudom én, leugrottam piacra, vagy a postára, akkor föltettem, de gyakorlatilag sminkeléshez nem igazán lehet használni, úgyhogy semmi értelme nem volt annak, hogy ezt megvegyem, de legalább tudom. Nem. Még egy szempilla spirál, ez a Trendy Tap Number One szempilla spirál, barna árnyalatban. Sose volt barna szempilla spirálom, de meg akartam venni, mert kíváncsi voltam, hogy egy nagyobb természetes hatású sminket hogyan tudok mondjuk barna szempilla spirállal elérni. És amúgy tök jó lenne a keféje, tök jó a barna színe, viszont sajnos egy hét használat után bebüdösödött és megromlott. Szintén nem tudom, mennyi ideje volt a polcon, nyitogatták-e már, próbálgatták-e már, lehet, hogy ez volt a problémája, de az, hogy egy hétig használjam és konkrétan megromoljon, olyan iszonyat büdös, romlott szaga van, hogy én ezt nem fogom a szememre kenni. Lehet, hogy ez az eredeti illata, én nem emlékszem, hogy ilyen szaga lett volna, amikor megvettem, de valljuk be, tehát ez konkrétan a szem környékedre megy föl, tehát hogy a szempilla az a szem környéket, tehát hogy a bármiért felviszel, ami romlott, ami túlságosan parfümözött, vagy tele van mindenféle kemikáliával, sokkal többet árt, mint használ. Begyulladhat a szemed, és ez csak a legkisebb dolog, ami történhet, úgyhogy nem mertem használni, amióta ilyen büdös, és gyakorlatilag egy hét alatt büdös lett, úgyhogy nem hiszem, hogy ki fogok valami mást próbálni, mert lehet, hogy tényleg csak az a baja, hogy túl sokat nyitogatták és levegőt kapott, de szempillaspirál, meg szemceruzánál, hogyha büdös és rossz, akkor én már nem viszem fel, mert sose lehet tudni, hogy mi bajom lesz tőle. Van itt egy folyékony rúzs is, ez a Colourpop Ultimate Lipje Vice árnyalatban. Én ezt még jó annó vettem meg, és megtartogattam, hogy majd jó lesz még, meg vagy, majd valamire tudom használni, meg majd összekeverem, meg és soha nem használtam. És ennek az az oka, hogy ez egy iszonyat világos árnyalat. Ami még így kezemre felvéve annyira nem is tűnik vészesnek, egy ilyen világos rózsaszín, nagyon csajos. De konkrétan, mint hogyha korrektorral kenném ki a számat, ami enyhén rózsaszín árnyalatú, és azzal, hogy matt, nem igazán segít a dolgokon, úgyhogy iszonyat gusztusanul néz ki legalábbis én rajtam. Láttam már másokon a YouTube-on, tök jól nézett ki, van az a bőrtónus, meg van az a smink, amihez tök jól áll, sajnos az enyém nem ilyen, úgyhogy ezt tartogattam, de sajnos ez szimplán csak rossz színválasztás. Viszont az is igaz, hogy amikor felvittem valami nagyon viszket az állam. Viszont az is igaz, hogy amikor felvittem, hihetetlenül csíkozódott, nem lehetett egyenletesen felvinni, úgyhogy szintén egy olyan rendelés, ami bárcsak ne tettem volna meg. Elvileg ezt a szint már nem is lehet kapni, hála jó ígynek, de sajnos ez eddig az egyetlen olyan Colourpop folyékony rúzsom, ami kuka. Következzen egy szemhéjtus, a L'Oréal Ultra Precision szemhéjtusa, ami szintén egy egész jó szemhéjtus volt, amíg ki nem száradt, meg nem adta magát.
konkrétan olyan 3-4-szer kell visszamáltogatni ahhoz, hogy egyenletes, szép fekete pigmentáltságot érjek el, mert ez itt a kezemen nem az. Tehát ez egy olyan durván 3000 forintos szemhéjtus, és félig olyan fekete, mint a legolcsóbb eszenszes, talán ha 800 forintba kerülő szemhéjtusom, úgyhogy abszolút nem éri meg. Így önmagában még csak-csak feketének tűnik, de amikor mondjuk egy ilyen sminken át akarok menni rajta, hogy csinálnak egy tök jó cica szemet, nem is tudom, legalább 10-szer vissza kell mennem, hogy ott még feket, ott még kimaradt, ott még átlátszik, akkor még visszamegyek, még nem elég fel, még ilyen, még olyan. Szintén nem egy olyan dolog, amivel szívesen szórakoznék reggelente. Főleg úgy, hogy tényleg egy harmad ennyibe kerülő szemhéjtus sokkal nagyobb csodát tud vele művelni. Önös bekerült a csomagba. A Sleek Olala Liner-e Noir árnyalatban, ezt is rengetegszer használtam videókban, szinte kivétel nélkül csak ezt, én nagyon szerettem, szuper fekete, viszont ez is megromlott rám még soha az elmúlt 8 év alatt, amióta sminkelek, nem romlott meg szemszaruza. Soha, de soha, hamarabb használtam el, mint hogy rám rohadt volna, és ez fekete, amit ide a felső vízvonalba szoktam használni gyakorlatilag minden egyes nap. És megromlott. Szerintem ennek az az oka, hogy a Sleek innen Magyarországon teljesen kivonult, a Müllerben is, mikor most legutóbb voltam, már nem volt ott az állvány, és mikor azelőtt legutóbb voltam, akkor is minden le volt árazva, ki volt árusítva, stb. Gyanús is volt, de úgy látszik, teljesen kivonultak Magyarországról, úgyhogy most már csak a nemzetközi weboldalról lehet őket megrendelni. És lehet, hogy ezzel is az volt a baj, hogy közel volt a lejárati dátumhoz, már tök régóta volt ott, én megörültem, hogy akciósan megkaphatom, és igazából csak annyi, hogy már közel volt a lejárati idejéhez, és megromlott, mert nem gyártották után, mert már minek, hiszen Magyarországon már nem fogják forgalmazni. Nagyon remélem, hogy ez az ok, mert én ezt nagyon szerettem, most helyette az Essence-nek a hosszantartó szemszerűzőjét használom feketében, de így még sose jártam, és szintén, mivel a belső-felső vízvonalamra viszem föl, ami extrém közel van a szemgolyomhoz, és büdös, és valószínűleg megromlott, ezért nem akarom tovább használni, úgyhogy sajnos emiatt majdnem egy egész kidobásra kerül. Csalódásom egyik legnagyobb tárgya, az nem más, mint a NYX Vivid Brights szemhéjtusa Vivid Halo árnyalatban, ami ez egy gyönyörű szép citromsárga. És mint ahogy már említettem nagyon sokszor, a NYX-nek ez a Vivid Brights vonala nekem abszolút befutó, kedvenc, imádom, szeretem, gyönyörű. És én nagyon tudom, hogy citromsárgát nehéz készíteni, de sajnos ez nem sikerült. Tök jól mutat tényleg. Én nagyon szerettem ilyen cut crease-ekhez használni, ilyen cicaszem formában, simán így smink fölé cicaszemnek nem, hanem tényleg ilyen kis kiegészítő, ilyen kis extra valamikre, de sajnos nagyon csíkoz, nem eléggé pigmentált, egy rossz citromsárga, ez az egy színvon, amiben eddig csalódtam, pedig másoknál tök sokszor láttam a YouTube-on, nekem nem tetszik, és elég pasztelsárga, tehát lehet, hogy ezért csíkoz, és nem valami neon citromsárga, hanem van benne egy eléggé pasztelles vonulat, még tök gyorsan megszárad, nem kenődik, nem masszatolódik, tök jó, viszont amikor felvittem, akkor nekem ez repedezett, amivel nem találkoztam a kék és a piros esetében, szóval lehet, hogy a túl sok fehér szín, ami benne van, ez okozza a dolgot. Én nagyon sajnálom, mert nagyon örültem, hogy lehet kapni citromsárga szemhéjtust, mert valljuk be, ez azért nem egy túl elterjedt dolog. Viszont valami egészen más fogok kipróbálni, most a fejemben a Suva Beauty-nak ezek a hidro linerei vannak, ott van egy abszolút citrom, neon citromsárga, amit nagyon szeretnék kipróbálni, és remélhetőleg jobb lesz, mint ez, pedig ez 2100 forint környékén van. Olcsó, mint a Suva Beauty, drágább, mint mondjuk egy Essence vagy Catrice, de sajnos ez nem vált be. Az előzőhöz hasonlóan itt van a Sleek Olala Liner-e Raisin árnyalatban, amit szintén rengetegszer használtam, ez egy nagyon szép sötét hüle, és ugyanaz a problémám vele, mint a feketével,
hogy büdös és megromlott, úgyhogy erről se tudok túl sok újat mondani. Viszont, ha már itt tartunk, akkor jöjjön 5 darab szem és vagy szájceruza. Az első az Essence Long Lasting szemceruzája Berry Fantastic árnyalatban, ami egy tök szép bordó szín lenne, hogyha fogna. De sajnos abszolút alig fog valamit, darabos, hullik, valahol ilyen tök jó sötét, valahol ilyen világos, nem lehet rendesen eldolgozni, olyan furcsa az egész, a többivel semmi bajom nincsen, szép egyenletes szín tud produkálni, de ez nem, úgyhogy helyette egy bordó szájceruzát szoktam használni, ez olyan nagyon, nagyon darabos és egyáltalán nem krémes és kelhető, kicsit fáj is feltenni az alsó vízvonalra, úgyhogy pont emiatt nem használom igazán. Nem tudom, kell-e bármit mondanom a Rimmel Wonderproof szemhétusairól, az egyik Pure Blue, a másik pedig Precious Emerald árnyalatban. Ezekről már beszéltem egy külön First Impression videóban is, hogy megint jó a koncepció, de sajnos nem működik. Ez a kék, ez gyönyörű és abszolút csodás, de hihetetlenül csíkos, nagyon folyékony, maga az ecset is borzasztó, nem lehet vele dolgozni. Csak és kizárólag annyira jó, hogy egy ilyen vékonyka rossz alapot felvigyél, és arra valamit rádolgoz, de ezért nem fogom őket megtartani. Pedig imádtam volna, mert van még beülük három másik színváltozat is, de sajnos ez úgy, ahogy van, borzalmas. Majd itt van két Side Contour ceruza a Makeup Revolution Retro Luxe Lip Kitekből. Az egyik a Grande, a másik pedig a Royal árnyalat. Ezek ugyebár úgy érkeznek, hogy egy Side Contour ceruza és egy folyékony rúzs. A folyékony rúzsukat én nagyon szeretem, a Side ceruzájukkal nem vagyok megelégedve. A Grande egy nagyon szép világos pink, ami halálosan ki van száradva, egyáltalán nem fog. Fáj, ahogy felviszem, ha kihegyezem, ha nem, ez úgy kuka, ahogy van. A másik pedig a Royal nevezetű árnyalat, ami egy nagyon szép sötét lila lenne, ha szintén fogna, de sajnos nem fog szinte sem ennyit se, hihetetlenül száraz, szintén, ha hegyezem, ha nem, borzasztóan pigmentált. Ezzel szemben mind a kettőnek a folyékony rúzsa atom jó, és tudom ajánlani, de ezek borzasztóak. És ha már Makeup Revolution, akkor itt van a Golden Sugar 2 Rose Gold. Hát, ők pirosító palettának írják. Sejtettem, mikor megrendeltem, de úgy voltam vele, hogy a puding próbálja az evés. Ez a kettő, ez teljesen jó pirosítónak, ha bár az Essence-től van egy sokkal jobb, ilyen barnányatú pirosítóm. Ez a másik 6, ez gyakorlatilag nagyon fényes pirosító, ami mellé már nem kell highlighter, ez nekem túl sötét, ez csak akkor jó, amikor nyáron halálosan le vagyok barnulva, de őszintén szólva nem jut eszembe ezeket használni, pontosan amiatt, mert túlságosan csillámosak, és nem ilyen szép szatén fényük van, hogy olyan természetes és ragyogó, hanem konkrétan csillámosak, amit nem akarok a teljes arcomra kenni, csak highlighternek, viszont ezek highlighternek meg baromira erős és pigmentált színűek. Tehát, hogy én szoktam használni pink, meg arany, meg narancsárga highlighter, de azok sokkal visszafogottabbak. Tehát látszik, hogy ott valahogy szín, de ez olyan, mintha kettőt így ötvöznéd, és nagyon durván pigmentált, de közben halálosan csillámporos, úgyhogy én ezt feladtam, és én ezt nem vagyok hajlandó tovább használni. Végezetül pedig két darab szemhéj puder paletta. Az egyik szintén a Makeup Revolution-től. Ezt még decemberben vásároltam meg, amikor az első ilyen csoki volt, kijött a Makeup Revolution-től, azóta most karácsonyra kijöttek még egyen, amit viszont nem fogok megvenni, és ez nem más, mint a Salted Caramel nevezetű csoki paletta, ami a Too Faced Sweet Chocolate, vagy valami ilyesmi palettájának az abszolút dupja. Őszintén szólva, aki úgy gondolja, hogy ez úgy néz ki, amit én szívesen használnék, az téved. Annó a Too Faced palettájáért oda voltam, és vissza, és akartam, és valahogy be akartam szerezni, de nem szállítottak international, nem tudtam egyszerűen sehogy se rátenni a kezemet. Viszont most, hogy megvettem a dupját, rájöttem, hogy nem is baj, hogy ezt annól nem vettem meg,
mert nem is nagyon használnám. Van benne egy csomó-csomó barna szín, ami persze tök jó minden napokra, de én a minden napokban is így sminkelek. A legtöbb ilyen nagyon szürkés barna árnyalat, nem pedig valami meleg csoki szín, és nekem ezek a hideg szürkés barnák nem állnak túl jól. Van benne egy kék, van benne egy ilyen rózsaszín, ami inkább ilyen topper, mint teljes szín. Egyszerűen nem használom ki. Úgy voltam vele, hogy hát ha, de nem, eszembe se jut, rá se nézek, kisebb bontom, úgyhogy teljesen felesleges, hogy csak tárolgassam. Végezetül pedig, amin én is azért egy kicsit meglepődtem, de sajnos itt az idő, nem más, mint a Sleek On The Horizon szemhéjpúder palettája, ami egy limitált kiadás volt anno. Most nem olyan rég csináltam belőle egy paletta három smink videót. Ez így néz ki, ilyen zöldes, kékek és narancsokra bontható a paletta, pont úgy, ahogy a külső borításon is látszik. Én a Sleek palettákat imádom, imádtam. Régebben nagyon sok színes és különleges palettával jöttek ki, egy csomó meg is van belőlük, viszont ahogy egyre több márka palettáit próbálom ki, és egyre több fajta szemhéjpúderrel játszadozom, sajnos rá kell jöjjek, hogy ami egykor nagyon tetszett, az most már sajnos nem olyan jó. És tudom, hogy egy csomó videómban meleg szívvel ajánlottam szinte az összeset, ezt vegyétek, 3000 forint, tök jó, színes, olcsó, tükrös, stb. Eléggé ilyen-olyan a minőség, ez például nem a legjobb. Van másik palettám, amivel még mindig halálosan meg vagyok elégedve, és nagyon különleges, ez nem az, és sajnos kellett ez az egy paletta háros még videó, hogy rájöjjek erre. A központi színek, ezek a zöldek, kékek, amik nem olyanok. A szaténak olyan kicsit szaténosak, a metálok olyan kicsit metálosak, egyik se olyan fú, ez metál, fú, ez szatén, fú, ez mat, hanem olyan nyeh-szerű. Ezek a világos színek, főleg ez a négy, itt teljesen szinte ugyanaz, tehát felvéve egyáltalán nem látszik, az egyik mat, a másik szatén, de ugyanúgy annyira nem feltűnő a különbség. Ez a zöld, ez a kék, ez szép, bár ez a kék nem marad ilyen szép sötét kék, hanem ilyen furán néz ki, mikor eldolgozom, tehát hogy vannak itt problémák, de ahogy az egy palett a három smink videóban is láthattátok, azért ki lehet hozni belőle valamit, de ennél már egy kicsit jobbakhoz vagyok szokva, úgyhogy majd átnézem a kollekciómat, hogy mi az, ami megy és mi az, ami marad, de sajnos ez most megy. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó. Írjátok meg nekem kommentben, hogy mi volt az a sminktermék, amiben most legutoljára csalódtatok, és nem ér a Essence és Disney kollaborációjából mondani palettát, mert én azt még nem próbáltam ki, és teljesen véleménymentesen akarok hozzáállni, úgyhogy azon kívül mi az, amiben mostanában itt csalódtatok, és írjátok meg nekem kommentben, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy van esetleg ott olyan termék, amit én viszont imádok, de ti nem. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy le ne maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!